Nézzük csak a könyveket, vegyétek elő. Bolló Edit magyar tanárnő 30 évvel ezelőtt környezetnyelvtanítással kezdte a pályafutását. Magyarul tanította a szerb gyerekeket. Elsőtől 8-ig minden osztályban volt ilyen óra. Ma hasonló a munkája, de ezúttal a vegyes házasságokból született, magyarul gyengén vagy egyáltalán nem tudó gyerekeket okítja. Őszintén én nekem ez jobban tetszik. Tehát ez jobban tetszik, mert itt nincs az a... Hát nem mondjam azt, hogy erőszakoskodás, meg rábeszélés, meg stb. Jössz, tetszik, vagyunk, tanulunk, aki nem akar, tehát nem kell, hogy járjon. A magyar a tanterv része volt, ugyanúgy kötelezően kellett járni ezekre az órákra. Osztályozták is a diákokat, ám ez nem befolyásolta a tanulmányi eredményt. Tanítása 1990. novemberében megszűnt, visszaállítását a tanárnő jó ötletnek tartja. Ami engem illet, hát én nagyon szívesen elvállalom, hiszen most már akkora tapasztalatom van ilyen téren, hogy habár megfelelő tankönyvek nincsenek hozzá, de már azért rá tudok érezni, hogy mi az, amit meg lehet tanítani egy kisdiáknak, meg mi az, amit nem lehet. A környezetnyelv tanításának újbóli bevezetését tavaly ősszel kezdeményezte a Vajdasági Szociáldemokrata Liga. Szerintük ugyanis az a toleranciaépítés fontos eszköze volt, és most is nagy hasznára lenne a közösségnek. Ja ću vas podsjetiti, da je ta praksa postojala u našoj pokrajini 70. i 80. godina prošlog veka. Pokazalo se da je to izuzetno dobro i tada su rušene sve barijere među našim mladim sugrađanima. Mlad Srbin je učio o kulturi i o jeziku njegovog komšije Mađara, Szlováka ili Rumúna. Senki sem állítja, hogy a környezetnyelvi oktatásnak a 90-es évek legelején történt megszüntetése vezetett a fokozódó erőszakhoz, a nemzeti alapon történő leszámolásokhoz, a magyar verésekhez, hogy emiatt jelentek volna meg Vajdaság szerte a gyűlöletszító falfirkák. De az biztos, hogy nagyban befolyásolta a másság elutasítását. Ha azok az ifjúk tudnák nem csak a nyelvet, hanem a nyelvon keresztül az a kultúr és az össz más mozzanatot, akkor valószínűleg, hogy közelebb érezné a másképpen beszélő fiatalt, és nem kerülnének ilyen konfliktusokba. Én gondolom, hogy az létfontosságú, hogy is a nyelven keresztül bírnának ismerkedni és sokkal jobban társalogni, egymást jobban tisztelni. A döntés a köztársasági kormányra, az illetékes minisztériumra tartozik. Csak hogy ez nem lesz könnyű, hiszen Belgrádban még a környezetnyelv fogalmával sincsenek egészen tisztában. A kisebbségi nyelvek tanítása a szerb többségnek csupán vajdasági jellegzetesség volt. To je izmena jednog dva člana, tako da to nije nikakav problem to uraditi. Jednostavno za izmenu zakona potrebni su potpisi 1/3 poslanika. Najverovatnije da će Liga socijaldemokrata Vojvodine napraviti te izmene zakona. Tražit ćemo potpise 1/3 poslanika. Mislim da u Skupštini ipak ima poslanika koji znaju šta je tolerancija. Vicek Anna Mária, a VMS köztársasági parlamenti képviselője szerint jó az ötlet, de a vajdasági magyarság szempontjából van ennél két sokkal fontosabb teendő. Az egyik az anyanyelvi oktatás, a másik pedig a szerb nyelv, mint környezetnyelv tanítása. A kisebbségi öntudat nem attól lesz erősebb, meg nem attól lesz több magyarul beszélő ember, hogy a többségi népet is megtanítjuk magyarul, hanem attól lesz több a magyar, hogy azok a magyarok is magyar iskolába járnak, akiknél csak az egyik szülő teszem azt a magyar. Tehát borzasztóan nagy probléma most ez a Vajdaságban is egyre nagyobb, hogy egyre kevesebb az a család, aki magyar osztályba iratja a gyerekét, még hogyha meg is tehetné. A köztársasági törvények és előírások kidolgozása most van folyamatban, ebben Vicek Anna Mária is részt vesz. Megerősítjük az anyanyelvet, az anyanyelven folyó oktatást, illetve az államnyelvnek az elsajátítását is olyan szintre emeljük, hogy az hatékony legyen, akkor itt egy sokkal, de sokkal nagyobb eredményességet, meg sokkal nagyobb visszatartó ereje lesz annak, hogy a zentai magyarok is el tudják sajátítani a szerbet, mint hogy a, nem tudom, a szabadkai szerbet megtanuljanak magyarul. Tehát nem mondom, hogy az nem fontos, de azt hiszem, hogy itt a prioritásokat
folyamat kellene megnézni, hogy mi az, ami most nekünk nagyon-nagyon fontos. Jó a kezdeményezés, de nem számít újdonságnak, mondja Nyilas Mihály, a vajdasági kormány alelnöke. Az oktatásügyi titkárság már jó 5 éve próbálkozik a szerbiai minisztériumnál elfogadtatni a környezetnyelv bevezetését. Ám ehhez csak szóbeli támogatást kapott, pénzt viszont eddig nem. Most van esély az áttörésre. Most folyik a titkárságunk részéről annak a felmérése a községekben, oktatási intézményeinkben, hogy mekkora igény van erre valójában, mit gondolnak erről a szülők, mit gondolnak erről a diákok, a tanárok. Mi teszünk arról, hogy tovább vigyük ezt a témát, és megpróbáljunk áttörést itt elérni. Itt én azt hiszem, hogy ebben az évben akár komoly változás is történhet. A magyar állampolgárság és az uniós átjárhatóságot biztosító magyar útlevél iránt hatalmas az érdeklődés Vajdaságban, a nem magyarok részéről is. Megszerzéséhez tudni kell magyarul. Így nem csoda, hogy egy csapásra teltházzal dolgoznak a nyelviskolák, megnőtt a magyar nyelv ázsiója. Persze jóval könnyebb dolguk lenne, ha mint régen, már az általános iskolában tanulnának magyarul azokon a környezetnyelvi órákon, amely egykor része volt a vajdasági oktatásnak.